Reményik Sándor, a fordító, Károli Gáspár emlékezetének. Alkotni könnyen, a szellem szabad, a képzelet csapunkat szerte szét, belekaphat a felhők üstökébe, felszánthatja a tenger fenekét. Virágmaggal eget földet bevethet, törvényé teheti a játszi kedvet, zászlóvá a szeszét, mely lengve lázad. Svabmerőn méri Istenhez magát. Az alkotás jaj, kísértetbe is visz. A fordítás alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghagyni. Fordítni annyit tesz, mint kötvelegni. Valaki mást, nagyobbat átkarolva, félig őt vinni, félig veleme. Az, kinek szellemét ma körüláljuk, a legnagyobbnak fordítója volt. A kijelentés ős betűire alázatos, nagy gonddal ráhajtott. Látom, előtte türelem szövétnek, körül a munka nehéz árnyai, az igének keres magyar igéket. Látom, hogy küzd, az érdes szittya nyelv megcsendíti-e Isten szép szavát. És látom, győz. Érdes beszédinek szálló századok adnak patinát. Óben nagyon kötve van Jézusához, félig ő viszi, félig Jézus őt. Míg nem vizsolyban végül megpihennek, együtt érve el egy honi tetőt. Amíg mennek, a kemény fordítónak tán berejtéke, tán vére is hull, de türelmén és alázatán által az örök Isten beszél. Magyar. Köszönjük szépen a Reményik verset Marikától, mert hiszen, ahogy tudjuk, a szól, a szkriptúra, az írás által lesz élet, és abból származik minden egészséges beszéd, ami az Istenről szól, hiszen az egyetlen olyan kinyilatkoztatás, amit Isten írásban adott nekünk. A tegnapi napon felsoroltuk azokat az európai történéseket, amelyek a reformációnak a megjelenése körül voltak, amelyek elő is készítették részben, másrészt segítették a reformációnak az előretörését, azt, hogy az a megújulás, amelyiknek a vágya már a reneszánszban elkezdődött, és a humanizmusban, irodalmi téren is folytatódott, az a megújulás, az létrejöjjön. És azt kell mondanunk, hogy a reformációnak ma már épp úgy tulajdonos a római katolikus egyház, mint a reformációt elindító Luther követők, bár nem szeretik, hogy így hívják őket, mert Krisztus követői az evangélikus testvéreink, vagy a reformátusok, vagy a később alakult olyan felekezetek, akik megpróbáltak még közelebb menni és visszamenni a Szentírás eredeti igéihez. Az, ami történt a 15.-16. században, tehát hogy a lakosság az megkétszerőződött Európában, és a magyarországi eseményeket is érintenünk kellett, azt mutatja, hogy Magyarország mindig is Európának a része volt. Amióta István király ide bejött, nem csak azáltal, hogy ide hívta be a nyugati hittérítőket, bár Géza keletről is hívott, és az ortodoxia is részesült Magyarország megtérítéséből, de mégis a nyugati orientáció volt az, amelyik István után Magyarországon a kereszténységben elindult. Amikor Magyarország Európában van, természetes az egymásra hatás.
a kiváltott eseményeket a máskor történt események is befolyásolják. A Vormszi Birodalmi Gyűlésen például Magyarországon Verbőci István vett részt, aki nem más, mint az a Verbőci, aki a Dózsa-féle parasztháború után a hármas könyvet létrehozta, ami a jobbágyságnak a röghözkötését szolgálta évszázadokra Magyarországon, ami csak majd 1848-ban egy bogárfelszabadítással ért véget. De ugyanakkor ebben az időszakban, a 15. században kezdődött meg a magyar rendiségnek az a kialakulása, amelyik Mátyás korában tökéletesedett, és amelyik később, azután a három részre szakadt országban ugyancsak megszabta a társadalomnak a fejlődését. Ne felejtsük el, hogy a 15. században a török hódítási kedv, tegnap csak egy mondattal említettem, 5. Károly kapcsán, az bennünket közvetlenül érintett, és a Balkánon keresztül, ahogy jöttek fölfelé, a térképre, ahogy nézzük, jöttek fölfelé, Hunyadi Jánosnak az egész élete azzal telt el szinte, hogy a törököket próbálta féken tartani, fényes csatákban, mint például Nándorfehérvár, vagy vesztesben, mint például a Rigómezei csata. 1526-ban viszont a mohácsi csatamezőn ott már nem lehetett megállítani őket, és itt azért mindnyájan Nemeskürti István óta legalábbis, az elfelejtett évtized, stb. Megjelent könyvei óta tudjuk, hogy itt a magyarságnak a széthúzása is hozzájárult ahhoz, hogy Mohácsból az lett, ami lett. Nemzetünk nagy temetője Mohács, ahogy aztán a költő fogalmazta meg. A mohácsi rész után három részre szakadt az ország. A középső részen ott a török hódoltsági terület lett, mindig följebb és följebb jutottak a törökök. A keleti ország rész, a Partium, illetve Erdély, tehát ez a rész, ez megmaradt Szapolyai Jánosnak a kezén, aki nagyon hamar királlyá koronáztatta magát az ottani, az erdélyi rendek által. A Dunántúlnak a nyugati része, illetve az északi középhegység egy része, az pedig Ferdinánd, Habsburg Ferdinándnak a fennhatósága alá került. Tehát három részre szakadt ez az ország, és ilyen módon az a kérdés, hogy ez segítette a reformációt, az ország egyben maradt-e, vagy ez a három rész egymásnak riválisaként viselkedett. A reformáció viszont Magyarországra már korábban érkezett. 1518-ban már jöttek olyan emberek, akik hoztak Luthernek a 95 tételéből, és azt Budán például, ugye németül volt írva, Budán a budai polgárok olvasták, és ilyen módon Budán kezdődött el legelőször a lutheri reformáció. Ez viszont azt jelentette, hogy a nemesi országgyűlés, amelyik 1523-ban ült össze, fő és jószágvesztéssel sújtotta a luteránusokat, míg aztán 1525-ben a Rákosi diéta a nagyon híres és hírhet luteránusok megégetendők határozatot hozta. Hát ennek következtében egy János nevű embert és Budán három embert égettek meg sajnos. De azon nem kell csodálkoznunk, hogy a középkor után, amikor az úgynevezett eretnek égetés az napirenden volt, mert hiszen a társadalomban az egy elfogadott tény volt, hogy akik fertőzik a társadalmat, azokat likvidálni kell. Hogy lehet? Hát ha becsukják, akkor megégették. Nincs tovább társadalom fertőzés. Akár még hitverileg sem mondták akkor. Hát azóta már civilizáltabbak vagyunk. Egymás kínzása területén is olykor, máskor meg valóban civilizáltabbak, hogy például a megbocsátást, amiről hallottunk ma reggel, azt még alkalmazni is tudjuk, amikor valami olyan lélek száll meg bennünket, vagy amikor olyan felismerés és beismerés száll meg bennünket, hogy látjuk,
nekem van szükségem arra, hogy a másiknak a vétkét elengedjem. A Luthert kiátkozó bullát is kihirdették 1521-ben, és a ferencrendi szerzetesek kaptak utasítást arra, ferencesrendi szerzetesek, hogy az ige kardjával, imádsággal és a teológia fegyvereivel küzdjenek az eretnekség ellen, a luteri eretnekség ellen. Hát jóra bízták a ferences rendben ezt a fegyelmezést, mert épp a ferencesek voltak, ugye Assisi Ferenc által alapítatott ez a rend, épp a ferencesek voltak azok, akik a Bibliát magyarázták a népnek, ők voltak, akik a Bibliát szerették, és a Bibliát akarták eljutatni a népekhez, Márkiai Jakab például annak idején, vagy még sokatnak a nevével találkozunk, Dévai Bíró Mátyás, Sztárai Mihály, Szkárosi Horváth András, Kopácsi István, Bencédi, majd mindegyiknek a maga helyén megtaláljuk, hogy mit csinált. Ezek voltak azok, akik az ige iránti fogékonyságuk és műveltségük során maguk is a reformáció élenjáróivá váltak, mint biblikus és bibliai tanítók. Amikor Dévai Bíró Mátyás luteránussá lett, akkor 1531-ben, november 6-án elfogták, Pozsonyba és Bécsbe vitték, ahol Fáber János püspök hallgatta ki. Emlékszünk tegnap a Fáber névre? Zürichben Zwinglinél találkoztunk vele, aki püspök helyettesként Zwinglit kárhoztatta a maga reformációja miatt. Hubmaier megégetése már elmaradt tegnap a hosszúság miatt, de 1528-ban a zürichi anabaptista és waldshuti anabaptista Hubmaier Baltazárt, akinek a művei ilyen köteget tesznek ki 12 kötetben, igen kiváló teológus volt, őt 1528-ban égették el Bécsben, és az ő bírája is ugyanez a Fáber püspök volt. Csak azért mondom, hogy milyen érdekes a történelem. Tegnap láttuk, hogy Calvin abban a párizsi intézetben tanult, ahol előtte Erasmus, utána meg Loyola Ignác. Az egyik humanizmus, a másik a jezsuita rendnek az alapítója. Hát ilyen az élet, hogy ugyanaz az iskola, vagy ugyanaz az esemény nagyon sokszor összekapcsol szinte egymáshoz alig olyanokat, akiknek egymáshoz alig-alig van közük. Dévai tehát Pozsonyba, Bécsbe viszik, ahol Fáber János kihallgatja. A harmadik kihallgatás után megszökött, és újból visszament Budára, ahol újabb fogság várt rá, és végül Sárvárra, Nádasdy Tamás birtokára menekült. Nádasdy Tamás a reformáció híve volt, mint földesúr, és a Zrínyiekkel, meg Batthyány Boldizsárral együtt Nyugat-Magyarországon képviselték a reformációhoz húzó főurakat. 1537-ben újból Wittenbergbe ment, ahol Lutherrel és Melanchthonnal találkozott, ott még eltöltött egy tanévet. Melanchthon azt írja Dévai Bíró Mátyásról, hogy egy igen átadott életű embert ismertem meg benne, aki az Isten igéjén kívül nem akar másról tudni, és szeretné, hogy a magyar nép valóban Krisztus követője legyen. Nos, Dévai éppen azért, mert kiemelkedő tehetségű volt, éppen azért, mert megfordult Budától az Alföldig, de a Nyugat-Magyarországig is, tehát a Nádasdy birtok például Magyar Luthernek is szokták nevezni, aki a legnagyobb hatású volt a kezdeti luteránus igehirdetők között. Szilveszter János 1540-ben adta ki a Újszigeten, a Sárvári Újszigeten, az újszigeti nyomdában az új szövetséget, és ez
megteremtette a lehetőségét annak, hogy legalább az új szövetség kézbe kerüljön azoknak, akik olvasni tudnak. Nem szóltunk korábban a Huszita Bibliáról, amit Tamás és Bálint klerikusok fordítottak 1436-ban, 38-ban. A Müncheni kódexnek nevezik azért, mert Münchenben őrzik a Huszita Bibliának azokat a részeit, amelyeket az új szövetségből fordítottak. A Stöckel Lénárd volt az, aki Wittenbergből 1539-ben ment Bátfára, és itt az ötvárosi hitvallást alapították, mint magyarországi luteránus hitvallást, Kassa, Lőcse, Eperjes, Bátfa és Kisszeben városokban, illetve gyülekezetekkel. Ez a konfesszió pentapolitán, ahogy a szakirodalom ismeri. Azért jelentős, mert hiszen az önálló hitvallásnak a megalapítása egy-egy területen, vagy bizonyos egyházközségekben azt jelentette, hogy önálló életre keltek ezek a közösségek. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag 1545-ig, 1550-ig Magyarországon az evangélikus reformáció, tehát a luteri irány volt az, amelyik lángra kapott, és másodikként jött a luteri reformáció után az anabaptista reformáció, majd a kimondottan kálvini reformáció, a református reformáció, az csak 1545 után indul el Magyarországon. Ez azért érdekes, mert alig 100 év, nem is kell 100 év, alig 60-80 év telik el, amikor Magyarország, az akkor ismert Magyarországnak a legnagyobb területén 98%-ban református a lakosság. 98%-ban. De 1550-ig ez a két irányzat van Magyarországon, a luteri és az anabaptista irányzat. Schröter Kristóf az anabaptisták közül már 1523-ban a Lutherétől eltérő nézeteket hirdetett, amikor Luther úgy volt, hogy hát meg kellene fékezni ezt a Schrötert, és elküldte Kisszebeni Jánost, hogy beszéljen vele, és próbálja visszatéríteni őt, hogy ne prédikáljon idegen tanokat. Hát ugye az idegen tanok tegnap láttuk, azt jelentették, hogy míg a luteri egyház az a territoriális, tehát a területi egyházakat, egyházi modellt választotta, a református, a zsinatpresbiteri rendszert választotta, az anabaptisták pedig a hívők gyülekezetét, tehát a világból kihívott, mondván, hogy miközben a hívőnek a hitetlennel, a gyülekezet önkormányzata a gyülekezetre tartozik, és nem pedig a világi hatóságokra. Tehát ezt az elvet hirdették. Most Kisszebeni János is úgy találta, hogy amit Schröter prédikál, az a Szentírás alapján igaz. Csak itt az ő megtérítésére küldtek, ő maga tért oda, akit meg kellett volna téríteni, mint majd később a ferences rendi szerzeteseket elküldték, térítsék be az eretnekeket, úgymond, és eretnekekké lettek a ferencesek, akik semmi más nem csináltak, nem egyházat váltottak, hanem a Szentíráshoz ragaszkodtak úgy, ahogy azt megismerték. A hitvallóból álló gyülekezetek alakítását tűzték ki célul Fischer Andrással együtt. Az ő neve ismertebb azért, mert Magyarország történetébe úgy vonult be, mint aki a felvidéken igen tetemes munkát végzett, viszont amikor Lőcsén a bíró is megtért, tehát a városi bíró is anabaptista lett, akkor a város megelégelte, hogy mifajta térítés folyik itt, és mindegyiküket becsukta börtönbe. Ahogy kiszabadultak a börtönből, akkor elmentek Morvaországba, hogy szabadon lélegezzenek, viszont Morvaországban meg éppen utána egy-két évvel kezdődött az üldözés, és emiatt azután visszajöttek a Szepességbe és Gömörbe, és ott prédikálták tovább az Isten igéjét,
amíg Bebek Ferenc gömöri főispán elfogadta, és 1540-ben Kraszlavorka várának egyik bástájából a mélybe dobatta, és így végezte életét Fischer András. Magam is voltam ott, és azon a helyen tartottunk emlékbeszédet, ahol ez történt. Az anabaptizmus első magyarországi hulláma nem ért véget Fischer halálával, míg 1546-ban is leírat érkezett Ferdinánd királytól, hogy Szepes vármegyében anabaptista métej létezik, igyekezzenek, ha lehet, milyen hamarabb kiirtani. Az ismertebbek a habánok. Tegnap már előlegeztem a habánokat. Ugye a habán kerámia az mindenki által ismert, és a majd minden múzeumunkban van egy-két darab, az Iparművészeti Múzeumban egész osztály volt, sőt, valaha ott a habán műhely is volt, amit csináltak. És ezek a képek már vannak itt, tudják, hogy én odaadom, és adják sorba. Tessenek nézegetni, beszélni, alig-alig látszik valami. Van itt egy másik, ugyanettől a szerzőtől, ebbe kevesebb a kép, mert ebbe inkább a történetüket írta, ez pedig hátulról induljon el, hogy ez alatt tessenek nyugodtan nézni. Szem az, ami abban van, néha mint ami itt elhangzik. Úgyhogy tessenek nyugodtan addig átnézni és egymásnak átadni. A habánoknak az alapítója Günther Jahn. Tegnap említettük őt, hogy például Marbachnek a köréhez tartozik, ugye aki Strasbourgban, meg Augsburgban volt kézműves, úgymond. Az egyikben a várost építette, a másikban meg a vízvezetéket és a vízellátó rendszert, úgyhogy az ma is működik 500 év után. Tehát az ő köréből származik ez a Günther Jakab, aki 1533-tól szervezte a közösséget. 1547-től telepedtek le Magyarországon, Szombathisztén, Nyitra, Borsony, Pozsony és Trencsén vármegyékben. A vagyonuk közös, érdekes a jellegzetessége, együtt dolgoztak, együtt étkeztek, szigorú erkölcs szerint éltek. A prédikátor és a főgazda álltak egy-egy helyi közösség élén. Tegnap említettük az evangélikus egyház szervezetet, hogy ki az első ember? A püspök. Ki mellette, aki párban húz vele? A főgondok, a felügyelő. Régen volt főgondok, a felügyelő. Itt is úgy tűnik, hogy kellett valaki, aki a hitéleti kérdésekben szakember, és kellett valaki, aki a gazdasági kérdésekben szakember. Tehát a munkájuk viszont magas művészi és ipari színvonalat bizonyított a múzeumban őrzött habán edényeken tanúságtételeképpen. Günther hamar meghalt 3 évvel később, 1536-ban, és akkor indultak el Morvaországból a habánok kelet felé, Magyarországra. Batthyány Boldizsár, aki fogadja őket Nyugat-Magyarországon, ugye Németújvár, Sopron, ott egy ilyen félkörben voltak az ő birtokai, és akinek az udvara kis Európa volt, ahogy leírják. Tehát ott előfordult az olasztól kezdve a németig, a csehig, nagyon sok mindenki azért, hogy minél szélesebb körben tájékozódjanak az ottani emberek. Ide költöztek tehát, mert Batthyány Boldizsár fogadta őket, mondván ezek hasznot fognak hajtani nekünk, viszont nekik meg megfelelő belső szervezési rendszerük volt, amiben lehet látni később, hogy mit jelentett ez az ő számukra. Érdekes Peter Bruegelnek a Keresztelő Szent János prédikációja című festménye. Magyarországon a Szépművészeti Múzeum őrzi, majd minden kiadványban szerepel. Hát ez a Peter Bruegel egy német alföldi anabaptista festő volt,
És ezt a festményét Batthyány Boldizsárnak a felesége rendelte meg. Nagyon érdekes, hogy 1566 a festménynek az évszáma. Ez azért érdekes, mert voltak olyan anabaptista csoportok, nem a habánok, hanem akik megmaradtak Morvaországban, meg Németalföldön, akik azt mondták, hogy a Krisztus második visszajövetele 1566-ban lesz. Na most Peter Bruegel azt mondta, hogy 1566 a festménynek a címe, mert hiszen ha Krisztus jön, akkor meg kell történnie a keresztelésnek is, a prédikáció után. Nos, a festményen különben a háttérben Németújvár, Batthyány Boldizsárnak a fára látható. Ez is bizonyítja azt, hogy bizony köze volt Batthyányéknak a festmény megrendeléséhez. Na most a habán kerámiáról egy néhány szót, ahogy ezt ők maguk megcsinálták, egy nagyon puritán világot ábrázol. Ami tetszenek lenni, látni, van egy fehér fedőmáz mindenütt. Ez a fehér fedőmáz adta a nevet, amit a fajansz névvel illetik ezt a fajta művészetet. Emellett fehér, sárga, kék és zöld színek kombinációja adja az összhatást. Ez különböző vegyi anyagú festékekből keverték ki. Évtizedekig kísérleteztek a modernek, hogy lehetne megtalálni annak a festéknek az összetételét, ezt még Katona Imre a könyvnek az írója mesélte el, míg a végén sikerült egy olyan keveréket megtalálni, ami legközelebb áll a habán festészeti technikához. A feliratok, a nevek, a képek szinte kis kultúrtörténetet jelentenek, mert hiszen egy-egy edényen látunk egy várat, látunk egy évszámot, látunk egy családnevet, akinek készült, látunk egy pártfogó nevet, aki szponzor volt, egy kannán sárospatak képét, egy másik kájha csempén, mert azt is csináltak, másik városunknak a címét találtuk meg. A művészet a 15. és 17. században, 16. és 17. században virágzott. Az első olyan szám, ahol a habán edény, amit habán edényen találunk, 1589, ez az első évszámos remény edény. A cseh gyűjtemény az a 17. századnak a végén jött létre. A habánok iparának művészi fokra emelését belső szervezeti felépítésük és külső szerződéseik tették lehetővé. Tevékenységüket ordnungok, rendeletek szabályozták, a javak elosztása szükség szerint történt, új technológiát is kitaláltak, akik a fazekassággal egy kicsit kapcsolatban vannak a korongozással, azokért mondom, hogy a forgó korong helyett a préskorongot találták ki, ami egy nyomást is ad az agyagnak, amivel sokszorozták a termelést, tehát gyorsabbá tették a fazekasságot. Iskolákat létesítettek Sárospatakon és nyugat-magyarországi városokban, papjaikat és tanítójukat a földes úr fizette szerződés szerint. A vezetők fő célja a közösség együttartása volt, a másik pedig a kedvező szerződések megkötése az árukat megrendelő földesúrral. A letelepedésük függött a földesúr politikai nézetétől is, hiszen Batthyány Boldizsár Habsburg-ellenes főúr volt a már említett nádasdiakkal és az ügyekkel egy. Nem várjok, hanem a város lakói szerződés biztosította, hogy a földesúr minden termékükre igényt tart, de Alvincen például a lakossági igényeket elégítették ki, tehát meg lehetett rendelni náluk bizonyos iparcikkeket. Különböző szakmák között ott találjuk az ácsokat,
a pintéreket, ónosokat, malomépítőket, kovácsokat, orvosokat. Van egy-két orvos sztori. A bécsi udvarban megbetegedett a császárnak az egyik gyermeke, és bécsi orvosok mindent megpróbáltak, nem jött semmi, és valaki mondta, hogy ott a Batthyányiaknál ott van valaki, valami fajta felcser, hozzák azt ide. Hát ez egy anabaptista felcser volt, egy habár felcser. Elment Lincsbe, ott megvizsgálta a beteget, és adott nekik egy-két jó tanácsot, többek közt, hogy mossák meg mindig a kezüket, amikor a betegnek a szobájába mennek. Valaki később ezt megcsinálta már, ugye a gyermekágyásnál, szemmelben, szigen. Csak hát ő ezt az 1560-as években csináltam. Jó, korábban már tudott valamit, amit szemmelő ez később tudott. Egy másik Pozsonyban ugyancsak a habán felcsert hívtak azért, mert ő többet tud, mint mások. És meg is gyógyult a beteg. Kulcsárok, íródiákok, kasznároknak a munkája volt, szerződésbe foglalt jogokkal, és a legfontosabb volt számukra vallásuk szabad gyakorlásra, és felettük csak a közösség vezetője ítélkezhetett. A habánokat Magyarországon nem az üldözés, hanem a földesurak meghívása mozgatta. Erdélybe Bethlen Gábor telepítette le őket 1621-ben, amikor a hódoltsági területen, illetve a Ferdinánd uralta területen, a nyugat-magyarországi területen már az ellenreformáció működött, és sokan visszatértek a latin egyházba. Sárospatakon Rákóczi György telepítette le őket 1645-ben, és Lóránti Zsuzsa támogatta őket, aki különben Koméliusnak is nagy támogatója volt, és érdekes az anabaptista habán telepnek a találkozása Koméliusszal. Koméliusnál találunk olyan dolgokat, amiket a habánoktól vett át az oktatásba, és a habánoknál is találtunk olyan dolgokat, amiket ők meg Koméliusztól tanultak. Tehát az egymásra hatás az itt Európában az nagyon megy mindig, minden időben. Na most az ellenreformáció idején a nehézségek elől Romániába menekültek, majd elmentek Oroszországba, végül Amerikába jutottak, és ma ámisok néven ismerjük őket. Az ámisok tehát a habánoknak a leszármazottai, és ebből a könyvből ezt is kérném szépen, hogy tessenek megnézni így kézből is. Látszik, hogy mennyire a régi divatban, a 400-500 évvel ezelőtti divatban élnek, akár a technikai dolgokat, ha megnézzük, akár azt, ami az ő számukra azt jelenti, hogy megőrzik az atyáknak a hagyományát, és technológiai újítás olyat, amihez például elektromosság, atomenergia. Tehát őrzik a hagyományos kézművességet, és őrzik az ételeket, amikor rituális, amikor istentiszteleti alkalmunk van, akkor például ónémet nyelven olvassák fel a Szentírást, és ismerik az ónémet nyelvet, 400 éven keresztül atyák továbbadták a fiúknak, és ilyen módon lett a habánoknak az utóda ez a társaság. Európában visszatelepültek vannak, Németországban van ámistere, nincsenek máshol. Hát ha van egy kérdés vagy kettő, de utána csak pedig. Amerikában persze, igen. Kanadában és Amerikában, USA-ban is. Igen. És nagyon, igen, így van, teljesen önellátók, mint annak idején a habán telepek. És van nekik vízimalom, amivel őrölnek, igen. Meg avval, még igen. A ruhájukat is maguk varják, és kézzel, nem kézzel. Így van. Igen. Még a habán névnek az eredetéről, hogy ragadt ez rájuk. A Haushaber szót önmaguk is használták, mint akiknek van egy otthonuk, egy házuk. Trencsén megyében mondták rájuk először, szlovák ragott téve a habánhoz, hogy Habánszki.
ami azt jelentette, hogy nem vallási név, hanem birtoklást jelent, mégpedig többes számban. Nem az én házam, hanem a házunk. Mindig többes számban beszéltek, és közös volt a házunk, az udvarunk, mint a jó házasságban, vagy a házunk és udvarunk, és a közös életünk. Tehát ez volt a második reformációs hullám Magyarországon, amelyikből az első az tömegeket vonzott, tehát a Schröter-Tiskor, Kiszebeni János, Kisser András, a Felvidéken tényleg városok lettek alapaptistákká, és ilyen módon vissza kellett szorítani, és hát sikerült is a munkájukat. Tegnap elolvastam a Révész Imrének a református püspök, illetve egyháztörténésznek az írását, amikor azt mondta, hogy kérdés volt Európában, hogy nem anabaptista értelemben reformálódik-e jó részt az evangélikus misszió mellett a kontinens. Magyarországon harmadiknak jelent meg az a református közösség, amiről már mondtam, hogy nem kellett 100 év, hogy az egyház, a református közösség 98%-át vonja be a magyarországi református egyházba a lakosságnak. Luther Márton és Melanchthon köréhez vezethető vissza. Melanchthon maga az általa elsajátított műveltséget használta fel a hitújítás számára, azért, hogy kielégítse a humanizmus által felébresztett igényeket, műveltségi igényeket. Tudományosan megalapozta a Biblia ős szöveghez való visszatérését, újította, átszervezte az iskolákat, egyetemeket a műveltség szellemében. Az istentiszteletet anyanyelvűvé tette, és bár ő maga latinul tanított továbbra is deáknyelven, és ezzel előkészítette a Szentírás olvasásának igényét, és közvetve a nemzeti nyelvű Biblia fordítását. Tehát hogyan olvashatják a Bibliát, ha nincs a kezükben az embereknek? Hogyan olvashatják a Bibliát, hogyha a kezükben van, de még nem tudnak olvasni? Hát az iskola rendszert is fejleszteni kellett, ugyanakkor a Biblia fordítás, ugye 1534 után a teljes Luther Biblia a rendelkezésre állt. Az ország három részre szakadását láttuk Mohács után. A széttagoltság nem jelentette az egymástól való elszigeteltséget viszont, ahogy akkor kérdésünk volt. Az új helyzetben a népnek meg kellett tanulni a túlélésnek a módját. A hódoltság területén, a hódoltsági területen a nemesek, jó rész papok, vármegyei közigazgatás nélkül maradt falvak lakosai maguk szervezték meg tevékenységüket, bírák, tanácsok tagjaivá lettek az egyszerű emberek, hiszen az elzavart, törököz által félelemből elköltözött elitet valamilyen módon pótolni kellett. Állattenyésztéssel kezdtek el foglalkozni, mert hiszen ez nem kötötte őket egy-egy településhez, ha tovább kellett menni, beljebb az erdőbe, tudták hajtani a szarvasmarhákat és együtt mentek velük. És ez kívül is maradt a feudális termékszerkezete. Hát amíg portája volt valaki, azután adót fizetett. Terményeire adót fizetett. Az állatokért nem lehetett adót fizetni, hiszen ha jött valamilyen vész, az állatok felét elvitte, miután fizessen adót a dögök után. Nos, úgy alakult, hogy az állattenyésztést semmi más nem terhelte, csupán az átkelési vámok. Ha például egy folyón át kellett kelni, akkor vámot fizettek. Ha egy bizonyos másik közigazgatási területre mentek, akkor vámot fizettek. De ezen túl semmifajta költség nem terhelte, közköltség nem terhelte az állatállományt. Illetve annak a
annak a termelését. És nem adóztatta se a török, se a magyar, se a földes úr. Ilyen módon a kereskedelem hozzájárult az ország egységének tudatos fenntartásához, hiszen a Duna-Tisza köze, a Jászság, a Tiszán túl szarvasmarháit a nyugat-magyarországi, akik szerették volna, mert kellett nekik a marhahús. Két dolgot tehettek, vagy elküldték a kereskedőiket, hogy megvásárolják és azután hazahajtsák, vagy pedig a tiszántúli ember fogta és elvitte, elhajtotta a teheneket oda, ahol megvásárolták. Igen, ám csak ennek az volt a rizikója, hogy a törökök is megtalálhatták őket útközben, és a végvári vitézek, akik nem egyszer nélkülözésben voltak, ők maguk is lecsaptak egy-egy ilyen hajtott állatcsordára, és ők maguk is ilyen módon megbírálták. A királyi Magyarországnak szállították a nyugati árucikkeket. Tehát keletről a hús ment nyugatra, nyugatról pedig az árucikkek jöttek a keleti országrészbe, meg Erdélybe, hiszen így a nélkülözhetetlen hódoltsági lakosok lettek azok a közvetítők, akik akár Nyugat-Magyarország, akár a felvidék, akár a másik oldalról az Erdély Pácium vagy Kelet-Magyarországnak a részére tudtak jönni. És a vámhatárokkal együtt Magyarország megmaradt egységes piacnak. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az országnak az egysége nyelvileg is, de gazdasági szempontból is nem szenvedett jóvá tehetetlen kárt a későbbi évszázadokra. Itt Magyarországon nem az aki a föld, azé a vallás szlogen volt uralkodó, mert hiszen az a parasztság, amelyik önállóvá vált a földes urak nagy távolságra, lakás nagy távolságra, főuraktól nagy távolságra lakva, szabadon követhették azoknak a prédikátoroknak a hitét, akik ők velük törődtek, akik az életüket oda szánták, hogy egy-egy település vagy egy-egy körzetnek az élén a szent igéket hirdessék. Méliusz Juhász Péter mondta 1560-ban, aki a debreceni püspök volt, hogy a debreceni, kassai, nagyszombati kereskedők másutt, pedig a magyarországi kereskedő és áros népek azok, akik a szentírás igéinek és szellemiségeinek elterjesztői. Tehát nem vándorprédikátorok, hanem a kereskedők, akik hajtják a marhát, akik hozzák az iparcikkeket. Beszélnek arról, hogy mit ismertek meg a Szentírásból, és mit jelent nekik a bűnbocsánat, ami éppen Luther 95 tételének, tegnap láttuk, hogy az első tétele. Írhatta volna különben az egész hódoltsági magyarságot is, hiszen szinte kivétel nélkül református hitre tértek, mert egy másfajta tanítás jött már nyugatról, és ez a protestáns prédikátorok kíméletlenül ostorozták a fennálló társadalmi rendnek a visszásságát, az egyéni bűnöket, és vigasztalták a híveket. Nyíltan megmondták, hogy Magyarország Istentől való elhajlásának a következménye a török veszedele. És ha az Isten nem könyörül meg rajtunk, és nem térünk az Istenhez, akkor ez a török veszedele nem is pusztíthat bennünket. Hiszen ez Isten büntetése rajtunk, mert eltévejöttünk és bűneinkért sújt. Az a tudat, hogy a török is Isten kezében van, nem csak a magyar büntetése, egyben reményt adott a lakosságnak. Tehát a törököt is az Isten tartja. A Bibliában van egy ilyen, hogy majd lészen 10 napig való nyomorúságotok. Mit jelent itt a 10 nap? Hogy véges. Hogy az Isten véget tud vetni a nyomorúságnak. Hogy az Isten egyszer azt mondja, hogy vége, nincs tovább. Nincs tovább Sztálinnak, nincs tovább Hitlernek. Tehát az Isten hatalma az mindenképpen
véget vethet minden nyomorúságnak. És ez a török ellenességet viszont erősítette bennük. A korai protestáns hitterjesztők az európai kulturális mozgásnak a forráspontjában érezhették magukat, még ha a szolgálati helye valamilyen vidéki településhez kötötte is őket, hiszen aki szerette volna, fölkereshette a svájci vagy a német egyetemeket, Zürichet, Wittenberget vagy Genfet, ahonnan friss élményekkel és tudásanyaggal jött haza, így maradt meg benne Magyarország az európai kultúra vérkeringésében. Például a ráckevei szegedi Kis István 1505-1572 között élt, a 60-as években írt olyan kiváló minőségű latin nyelvű tanulmányokat, amelyeket azután a reformáció fellegváraiban adtak ki, és felhasználták az oktatásban is. Az itthani képzésre is gondot fordítottak Debrecenben, Sárospatakon, Pápán, a szászoknak Brassóban, az unitáriusoknak pedig Kolozsvárot nyitottak teológiát. Érett az 1540-es újszigeti új testamentumnak a folytatása is, vagyis a teljes Bibliának a kiadása. Károli Gáspár fordította le teljesen a Bibliát magyar nyelvre 1529-ben, mint Göncz lelkésze, amit azután Vizsolyban nyomtattak ki. Ezt írta Károli Gáspár a ajánlásban. Szabad mindennek az Isten házába ajándékot vinni, egyedek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága tövet, én azt viszem, amit vihetek, tudnélik magyar nyelven az egész Bibliát. Ez az ő ajándéka Isten házának, illetve a magyar népnek, és azóta is ajándék a mi kezünkben. Mint Luther Bibliája a német nyelvet, úgy Károli a magyar nyelvet újította meg, és tette ezzel közkincsé. Kik voltak ezek a református kálvini irányú lelkipásztorok? A 16. században körülbelül az 560-as évekig a reformált igehirdetők, énekírók, verselők, bibliafordítók, Komjáti Benedek, Szilveszter János Wittenbergben tanultak Luther és Melanchthon Egyetemén, és itt az utóbbi lágyabb természete tompította a harcos szellemet, kompromisszumokat keresve Kálvin Jánossal, és kapcsolata is lett Melanchthonnal, kölcsönösen elismerték egymást, tehát Wittenbergben többféle hatás érte a Magyarországról oda jutó diákokat. Huszár Gálvég középúton volt, nem tudják megállapítani ma, hogy melyik illetve azt tudják megállapítani, hogy éppen úgy vall luteránus elveket, mint valahogy református elveket, éppen úgy az evangélikussághoz tartozhat, mint a reformátusokhoz tartozhat. De szegedi Kis István pedig hazajöve Wittenbergből már Mérius Juhász Péterrel 1559-ben a református iránynak a követője lett. Szegedi Gergely Wittenbergből, ahol együtt tanult Méliusszal és Károli Gáspárral, már ugyancsak református fellegben prédikált Kassán. Igaz, hogy az akkorra evangélikussá vált városban nem szavazták meg, hogy ő legyen a lelkész, úgyhogy máshol folytatta. Az ilyen képzett református lelkipásztor a nép között élve tanította Isten ismeretére az embereket, Krisztus követésére. Mérius Péter, aki Horhi vagy Somogyi Juhász Péter néven volt Wittenbergben tanuló, Magyarországra Debrecenbe kerülve Mérius Juhász Péterként vált debreceni parókussá, lelkészé, és ott lett a református egyháznak a magyar kálvinja, mondhatnánk így, és így lett kálvinista centrum, úgymond évszázadokra Debrecen. A Szegedi Gergely Wittenbergből jött, ahol együtt tanultak, ugye, és ugyancsak itt volt a Somogyi Juhász Péter, vagy Mérius Juhász Péter, akinek pályafutása kész egyháztörténet,
egy válságokkal teljes másfél évtized zsinati, hitvitázó, hitcikkelyező története, irodalmi alkotásai nagy része tisztán gyakorlati jelentőségű, legnagyobb tömegük hadakozás egyes egyházakkal, felekezetekkel, szektákkal, katolikusokkal és luteránusokkal, szent háromságtagadó szektáriánusokkal. Ezt Horváth János mondja Révész Imrének a nyomán. Az ő idejében fogadta el a zürichi Bullinger által megfogalmazott és minden genfi és német, francia, svájci által aláírt, tehát közmegegyezésen alapuló második helvét hitvallást. Ezt fogadták el 1567-ben a debreceni zsinaton. Ennek lett a következménye azután a 20. században, 1967-ben a református egyháznak a nagy ünnepe, ami a jubileumi bibliai kommentárnak a kiadását is elindította. Ez a zsinat tekinthető a református hitvallású egyház igazi megszervezőjének. Tehát 1567-től van Magyarországon református egyház, amely önálló hitvallással bír. Szó volt tegnap arról, hogy az évszázadok megérvelték az emberekben és az egyházakban is azt, hogy rendezzük közös dolgainkat, és itt ugye szó volt arról, hogy a római katolikusok és az evangélikus testvérek 11-12 évvel ezelőtt, még nincs is annyi, Strasbourgban kölcsönösen visszavonták az egymásra kimondott átkot. Szó volt arról, hogy a presbiteri, azaz református világszövetség bocsánatot kért a baptistáktól, menonitáktól és más az anabaptistáktól, folyamatosan létező felekezetektől, mindazért, ami történt, megégetések, fogságok és egyebekért. És a legutóbbi, az 6 évvel ezelőtt az evangélikus egyháznak a bocsánatkérése volt, a luteránus világszövetség bocsánatot kért ugyancsak a menonitáktól, baptistáktól, pünkösdiektől, mindazoktól, akiket érintett az üldözés valaha a reformációtól eltelt időszakban. És ennek nagyon szép visszhangja volt Magyarországon is az evangélikus életben és az evangélikus irodalomban, mint Hafenser Károly atyai nagyon szeretett jó barátom írt. És én nagyon örülök annak, hogy valami olyan történik ebben a világban, azzal együtt, hogy nagyon borzasztó dolgok történnek. Valami olyan dolgok történnek, hogy akik Jézus Krisztus szeretik, és akik keresik a Szentírás alapján a Jézus Krisztussal való közösségnek az útját, azok valahogy egymást is megtalálják. És olyan dolgokat veszünk át egymástól, amelyek olykor nem is teszik lehetővé, hogy különbséget tegyünk egy-egy felekezetnek az Isten tiszteletek között. Én egy időszakban Káposztás megyerre raktam, és ott épült egy új katolikus templom, ökumenikus templom, de katolikussá vált, és elmentünk oda vasárnap reggel, mert közel volt, és már nem tudtunk elmenni a saját gyülekezetünkbe, és ledöbbenek, gyermekek a szülők mellett ülnek, fegyelmezettek és figyelnek az ige hirdetőre. Az nem más volt, mint Tomka Ferenc professzor, aki a Szegedi Foglár utcában volt tanár, amikor még nekem segített a magyarországi református, a magyarországi katolikus egyház második zsinatának a feldolgozásában. Na és a Feri atya úgy prédikált, hogy öröm volt hallgatni. És kiderült, hogy ő különben egy katolikus ébredési mozgalomnak a egyik vezetője, és egy tényleg nagyon meleg szívű, drága eszköze Istennek. Más esetben, amikor lelki nyomorúságom volt, és szerettem volna valahol enyhet találni, és a saját egyházamhoz nem volt erőm elmenni, akkor elmentem a Calvin téri református gyülekezetbe. Egy jól ismert korombeli református lelkész szolgált, egyszerűen helyre tett az ige hirdetése. Én azt hiszem, hogy akik Krisztushoz tartozunk, mi mindig megtaláljuk egymásnak a kezét, és hogyha olykor vannak is
körülöttünk és közöttünk olyan viták, amelyek bizonyos tanból erednek, vagy bizonyos gyakorlatból erednek, ezek azok, amelyekre, bocsánat, amelyikre vonatkozik az, amiről hallottunk is, hogy még 7-szer is, még 70-szer, 7-szer is, mert hiszen Krisztussal lehetséges, hogy olyan tág legyen a szívünk, amiben a tisztátalan nem fér be, de ami tiszta, az mind belefér, és azzal csak gazdagodni tudunk. És én hiszem, hogy az Isten a kereszténységet meggazdagítja, nem hogy a laodicei állapotba jusson, hogy meggazdagodtam, nincs én már semmire szükségem, hanem olyan módon, hogy tudjuk minden tökéletes ajándék fentről, a világosság atyát hozzál alá, akiben nincs sötétség, se vannak az árnyéka. Én kívánom, hogy ez a tanya, meg ami itt folyik Békés megyében, sok-sok gyülekezetben, egyházban, az valóban szolgálja ennek a világosságnak a terjedését, és a mi testvéri kapcsolatunknak az erősödését. És ha megengedik, imádságban, hadd zárjam be. Édesatyánk, Istenünk, köszönjük, hogy atyánknak szólíthatunk egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus által, aki így ismertetett meg téged velünk. Köszönjük azt a kegyelmet, amit áttekinthettünk néhány óra hosszában, amit 500 éven keresztül te gyakoroltál, hogy megújítsd a te egyházadat, hogy mindazok, akik Krisztusról neveztetnek, keresztjénnek, kereszténynek, valóban krisztusiak legyünk, és hozzád tartozóként éljük az életünket. Áldalak, Uram, testvéreimért, akik tegnap és ma itt voltak, köszönöm mindegyik őjüket. És áldalak téged azért a kegyelemért, hogy mindegyikünk életét, mindegyikünk életútját te szabod meg, és választhatjuk azt, ami az életünket szolgálja, ami az életünket munkálja, a Krisztus követésnek az útját. Segíts, Urunk, arra, hogy ezt a keskeny utat hadd válasszuk napról napra, amelyiken együtt járhatunk veled, és ahol segítségül hívhatunk téged. Köszönjük a tegnapi jó időt, köszönjük, hogy ma sincs eső eddig, és áldunk téged a kegyelemért, amellyel összekötöd a mi életünket magaddal. Kérünk arra is, Urunk, hogy amikor véget ér majd ennek a napnak az ünneplése, akkor őrizd meg mindenkit az úton hazafelé, és add, hogy baj nélkül, baleset nélkül hazaérkezhessenek testvéreink, és könyörgünk, hogy ami a szívünkben kelt a te igédből, amire eljuthattunk, hogy a te szeretetedet jobban megismertük, azt vigyünk magunkkal otthonra, hadd melegítse át otthonunkat, hadd melegítse át emberi kapcsolatainkat, és a te dicsőségedre hadd épüljön a te egyházad.